a mászógép, Jumárnak is hívják, és akkor ebbe ide bekerül a kötél, rácsatolsz, és akkor fölfele tudod tolni, lefele megakad, és akkor a kötélen meg lehet tartani magát az ember. Kerekes Éva gépe néhány nappal ezelőtt landolt Ferihegyen, a szenzációs csúcshódítás kapcsán televíziónk, amint hazaért, fel is kereste. A hegymászó a riportra magával hozta felszerelését, így első kézből ismerhettük meg azokat az eszközöket, amelyek segítették az útján. A hétköznapokban könyvelőként tevékenykedő, sokak által marosmenti nagymedveként is ismert Éva 2014-ben gyalogolta végig az El Caminót, mely során beleszeretett a hegyek világába. Egy évvel később születésnapját már az Alpokban, a 4800 méteres Mont Blanc tetején ünnepelte, ezután pedig nem volt megállás. Felkapaszkodott már az 5644 méteres Kalapatára, az Elbrusra, a Merapíkre, valamint a 7126 méteres Himlunghimára is. Legutóbb földünk 8. legmagasabb hegyét, a Nepálban található Manaslut szemelték ki maguknak Herceg Angelika mászótársával. A már tavasz óta szervezett expedíciót végül szeptember 28-án vitték sikerre, ugyanis elérték a 8163 méter magas csúcsot első magyar női hegymászóként. Az ember, amikor eléri ezt a 8000 méteres magasságot, nagyon fel se tudja még fogni, hogy tulajdonképpen hol is jár. Annyira mondhatom azt is, hogy euforikus állapotba kerül a ténytől. Mi olyan reggel 6 óra körül értünk el a csúcsrégióba, ilyen 8060-70 méteres magasságba, és hát döbbenten tapasztaltuk, hogy úristen, milyen sokan állnak előttünk sorba a csúcsig, úgyhogy közel 2 óra hosszát várakoztunk, hogy mi is felülhessünk a közel 2-3 négyzetméteres csúcsra. És hát meglobogtattuk jól a magyar zászlót, meg a makói zászlót is egy picit lejjebbről. Nagyon sokan voltunk. Azon a napon több mint 100-an értek csúcsra. Ezen teljesítményhez a mentális kitartás mellett nagy szükség volt a fizikai strapabírásra is. Ezért Éva heti 3-szor járt edzőterembe, és mindez kerékpározással is kiegészítette. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy közel másfél hónapot töltöttek külföldön, ez idő alatt pedig egy kicsit ismét belekóstolhattak a nepáli kultúrába is. Nepál nagyon szép ország, gyönyörű színes kultúrával, rengeteg buddhista és hindu vallású emberrel, gyönyörű vallási környezettel, meseszép épületekkel, úgyhogy most is volt alkalmunk arra, hogy eljussunk például Bhaktapurba, ami egy királyi város, és megnézhessük a gyönyörűbbnél gyönyörűbb királyi épületeket, illetve gyönyörű szerzetesek otthonaiba látogathattunk el. Éva azt is hozzáfűzte, hogy a kihívás az egyik legfőbb tényező, amiért szereti űzni ezen extrém sportágat. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy további terveik között újabb, technikásabb 8000-es hegyek szerepelnek.